modellezni fogjuk, hogy hogyan esik is az eső. Egy fűzőpohárba meleg vizet tettünk, majd tovább melegítjük a fűzőlapon, és lefedjük egy óraüveggel. Látható, hogy a vízcseppek megjelennek a falon, illetve az óraüveg tetején is. Ha folyamatosan melegítjük ezt a berendezést, és a tetejére még jégkockákat helyezünk, akkor meggyorsítjuk a lecsapódási folyamatot. Ahogy a jég olvad, közben hűti az óraüveget, és a felszálló páradós levegő is lehull. A felesleges vízgőz pedig fokozatosan kiválik, és lassan cseppek formájában lehullik. Hasonlóképpen keletkezik az eső, amikor is a felmelegedett felszín felmelegíti a fölötte lévő levegőt, annak a levegőnek a vízgőz tartalma a lehűlés során kiválik, és először felhő, majd pedig eső keletkezik.